2009-ben kezdtem el a disszertációm az adatokat gyűjteni. És az akkori tapasztalat az az volt, hogy az emberek nagyon szívesen leültek velem beszélgetni. Szép lassan megváltozott ez az egész hangulat. Közben, ahogy itthon voltam Magyarországon, ilyen szünetekben, nyári szünetben, egyre kevésbé voltak hajlandók az emberek leülni velem, és az is, aki hajlandó volt leülni, az már nem engedte meg, hogy felvegyem például a beszélgetést, csak jegyzetelhettem. Tehát, hogy egyre inkább bejött ez a paradolog, hogy már nem szívesen beszél. És hogy ez nyilván a NER kiépülésével párhuzamosan, tehát a kettő dolog az szorosan összefügg, az emberek egyre kevésbé, egyre nem szívesen akartak már a korrupcióról beszélni gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy az igazi nagy áttörések, ez a Panama Paper, meg ezek, amik kijöttek, amik tényleg ilyen igazán nemzetközi, sok újságíró komoly munkájával, nagyon sok adatelemzéssel, adatfeldolgozással készülnek, és hát én azt látom, hogy ez a jövő. Tehát ne azt nézzük, hogy Amerikában, vagy Európában, hanem tényleg ezek a nagy nemzetközi összefogások, ezek hoztak meg igazi áttöréseket a világban. És ugye ennek vannak ugye magyar vonatkozása is. Egész egyszerűen az emberek, gyakorlatilag a lakosság 90%-a az nagyon jól látja, hogy mi zajlik itt. Az zajlik itt, hogy a NER-be van becsatornázva minden. Az, hogy valaki azt mondja erre, hogy korrupció, valaki azt mondja, ez nem korrupció, ez egy normális dolog, az új elit létrehozása, az csak nézőpont kérdése, de kb. A lakosság döntő többsége elfogadta, hogy na akkor itt kell élnünk, és ha itt élünk, akkor a közbeszerzések így zajlanak, és kész. Az történik, hogy a korrupció be van emelve a mindennapi politikai gépezetbe, és nem is nevezzük már korrupciónak, ugye törvényeket igazítgatnak hozzá, és hát úgy látjuk, hogy az elmúlt 12 év azért az jól bizonyítja, hogy nagyon jól el tud döcögni egy kvázi demokratikus ország ilyen körülmények között is.